So we are starting. Buon pomeriggio a tutti. Szép napot kívánok mindenkinek. A mai napirend fő pontjai az OGM növények engedélyezés, az EFSA szerepe, a tudományos értékelést hallunk majd az eljárásokról, Szeralini professzor jelenlétében, aztán környezeti hatást, itt szélerőmű parkról van szó Németország Csehország határán, aztán a 2012-es éves jelentés az Európai Ombudsman részéről, az Petíciós Szakbizottság éves jelentése és az Európai Parlament székhelyével kapcsolatos vélemény. A napirendünk első pontján szerepel egy kényes kérdés, amelyre több kolléga felhívta ezen elnökség figyelmét, különösen a koordinátorok döntésére azt illetően, hogy zárt ajtók mellett vitatjuk meg a 8-as és 9-es pontokat. Kérem a kollégákat, hogy fogadják el a napirendet, vagy éljenek kifogásokkal. Hankis kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nekem a zárt ülés elrendelésével kapcsolatban volna kérdésem. Pontosabban én meg vagyok ezen döbbenve, és nem értem az okát. Tudnélik, azt hiszem, hogy abban, vagy remélem, hogy abban mindannyian egyetértünk, akik itt vagyunk, hogyha uniós tagországok, vagy népek, nemzetek közt történelmi tehertételeket jelentő konfliktusok, vagy a jelenben ható ellentétek vannak, akkor ezek feloldásának, a kölcsönös kiengesztelődésnek, egymás megértésének az egyetlen útja az, ha őszintén, nyíltan, a nyilvánosság előtt próbáljuk egymást megérteni, és valami fajta közös kiengesztelődésre és megoldásra jutni. Én azt hiszem, hogy ez egy alapvető európai norma. Most az az igazság, hogy én, és ne haragudjanak, hogy ezt kimondom, de azt a gyakorlatot, hogyha valami kínos vagy feszültségeket hordoz, akkor azt szőnyeg alá söpörjük vagy titkosítjuk. Hát ilyet én rengetegszer fiatal koromban a kommunizmusban, a kommunista Magyarországon éltem át, és ez nagyon-nagyon rossz érzéseket kelt az emberbe. Szeretném tudni ennek az okát, hozzátéve egy dolgot, hogy én nagyon szégyeltem magam valójában mindannyiunk nevébe, amikor a 100 éves szlovákiai magyar hölgy levelét megkaptam, aki ide 101 évesen ide utazott volna, teljes tisztelettel a bizottságunk és a munkánk iránt szerette volna meghallgatni az ülést, és most azt írja a levélben, hogy annyira fél a megaláztatástól, ami itt érné, hogy ott kell állnia a folyosón, hogy inkább nem jön ide. Én kérdezném a tisztelt kollégákat, hogy az, amit ez a 100 éves asszony átél, ez normális dolog? Egy összeegyeztethető a mi közös értékrendszerünkkel? Köszönöm. Grazie. Köszönöm, kollégák. Csak hogy időt takarítsunk meg a vita céljaira, szeretném jelezni, hogy a napirenden különösen ezen döntést kapcsán, amiről Hankis kolléganő szólt, a bizottság szuverén jogokkal bír, ez tehát a koordinátorok döntése, akik bizonyos politikai érzékenységek alapján úgy gondolták, hogy javasolják majd ezen téma zárt ajtók mellett való megvitatását, és többségben így döntöttek. A szakbizottság közössége természetesen szuverén, tehát anélkül, hogy hosszúra nyújtanánk ezt a vitát, elég jelezni az ellenérzéseket ezzel a döntéssel kapcsolatosan, és egy másik fajta szavazást javasolni, és akkor így járunk el. Tehát nem szeretném megfosztatni a kollégákat a szólás jogától, Bagó kollégának adok szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Akkor én azzal a tiszteletteljes javaslattal tenném elsősorban Bostináru kollega felé, hogy mint aki a koordinátor ülésen az előterjesztője volt az zárt ülésnek, akkor vonja ezt vissza, ezt a javaslatát, és járuljon hozzá szavazatával a nyílt üléshez.
különös tekintettel arra, hogy tisztában vagyunk mindannyian azzal, hogy a bizottságnak ez szuverén joga, azonban a bizottságnak ez a szuverén joga, ez a 1049/2001-es EK Európai Parlament és Tanácsi Rendeleten alapul, ennek is a 4-es cikkének az első 1-es, 2-es, 3-as és 4-es bekezdésén, és ezek a jogszabályok, ezek igazándiból a szolgálati titokra, különböző honvédelmi és egyéb titoktartási kötelezettséggel vonatkozó kérdésekre rendezi a bizottságnak azt a jogát, hogy zárt ülést tarthat. Én úgy gondolom, hogy a parlament tevékenységének az átláthatóság és a parlamenti vitáknak a nyilvánossága az előbb Hankis kolléganő által elmondott érvek alapján megköveteli, és szerintem a más frakciók által, a politikusok által is képviselhető módon megengedi, hogy egy ilyen ügyben a nyílt ülést tartsa meg a bizottság. Úgyhogy én szeretném kérni az új szavazást a nyílt ülés vonatkozásában. Köszönöm. Bostinaro. Bostinaro kolléga. Ok, grazie, signora presidente. Cred că trebuie să facem o clarificare absolut imperativă. Én úgy gondolom, hogy tényleg itt az ideje, hogy tisztázzuk a dolgokat. A petíciós bizottság nem egy békítő konferencia. Számomra teljesen elfogadhatatlan, amiket itt az imént hallottam. Itt egy konfliktusról van szó, ami két európai tagállamot fordít egymás ellen, és hogy ezeket nyíltan kellene megvitatni, ez hangzott el az imént. De szerintem ez a parlament működésével így nem összeegyeztethető. És a koordinátorok meghoztak egy bölcs és korrekt döntést, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ez zárt ülés lesz, és ezek mögött, a döntések mögött megfelelő érvek is felsorakoztathatóak. Tehát szerintem a petíciós bizottságot nem kellene egyfajta vitafórummá átalakítani, a koordinátorok meghozták a döntést, most függetlenül attól, hogy milyen tagállamokat érint ez a kérdés. Minden egyes koordinátor támogatta azt, hogy ez zárt ülés legyen minden egyes frakció részéről, úgyhogy ne menjünk vissza erre a kérdésre. Márváti képviselő. Köszönöm szépen. A közvetlenség és a nyilvánosság elvei a jogvilágában alapvetőek, márpedig jogászként úgy gondolom, hogy itt jogi kérdésekről és emberi jogi kérdésekről lesz ma szó, és az Európai Unió jogának az érvényesüléséről, komoly emberi jogi jogsértéseknek a lehetősége merül föl, illetőleg hát az én meggyőződésem szerint bizonyossága. Tehát emberi jogi kérdésről, emberi jogi jogsértésről szól ez a mai tanácskozás, nem látom semmi okát annak, hogy zárt ülés legyen, ellenkezőleg garanciális okokból fontos lenne, hogy nyitott ülés legyen, fontosabb, mint bármikor. Ezen kívül emberi jogokkal foglalkozó jogászként az a tapasztalatom, hogy nagyon fontos, hogy ezeknek az emberi jogi jogsértéseknek a valódi emberek valódi életére való hatásáról a közvetlenség elve alapján győződhessünk meg. Vagyis például ennek a 101 éves asszonynak a történetét igenis meg kellett volna hallgatnunk és hallanunk, és lehetővé kellett volna tennünk azt, hogy ő itt legyen, mert csak valódi emberek valódi történetein és valódi életén keresztül lehet megérteni azt, hogy az emberi méltóság és az emberi jogok miért olyan fontosak, és hogy ezeknek a sérelmét miért szükséges orvosolni. Kérem tehát, hogy nyílt ülést tartsanak. One moment. First Mr. Jár, and then you, and then nobody else. Először Jár úr, utána még önnek is megadom a szót, de most nem fogunk erről vitát nyitni, úgyhogy lezárom a hozzászólók listáját. Jár úr természetesen szót kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer. A koordinátorok ülésének kompromisszumát támogatnám. Egy kimerítős hosszú vitát folytattunk ott, el kell mondanom, hogy a szakbizottság döntésének ellenében azt mondtuk, hogy mi vitázni akarunk erről a témáról, és a koordinátorok ülésén az a vélemény alakult ki, hogy kezdetben
egyesek azt mondták, hogy mi nem vagyunk illetékesek ezen témát illetően, mások azt mondták, hogy a polgárok problémáival igenis foglalkozni kell, és végül ez a kompromisszum született, hogy megvitatjuk ezt a petíciót, de a nyilvánosság kizárásával. Nos, azok a kollégák, akik a nyilvános vita mellett vannak, feléjük fordulok, és azt mondanám, hogy ne öntsük ki a gyermeket a fürdővízzel, és kérem, hogy maradjunk meg ezen kompromisszum mellett, és a nyilvánosság kizárásával folytassuk le ezt a vitát. Én ezt egy jó döntésnek tartom a koordinátorok részéről, és kötve érzem magam, kötelezve érzem magam, hogy továbbra is támogassam ezt a döntést, tehát ezt a petíciót a nyilvánosság kizárásával kell megvitatni. Hosszú ideje, és nagyon alaposan foglalkoztunk már ezzel a témával. Elnök, tessék önni a szó. Köszönöm. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja som dostal slovo. Ja len toľko chcem povedať, nesúhlasím. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, és ha már megkaptam a szót, szeretném elmondani, hogy a román kollégával nem értek egyet. Nem hinném, hogy ez olyan nagyon bölcs döntés lett volna. Ez az első, amit el akartam mondani. A második pedig az, amit szeretnék elmondani, hogy itt nem egy Magyarországot és Szlovákiát szembeállító problémáról van szó, hanem a szlovák állampolgárok és Szlovákiát szembeállító problémáról. Tehát, hogyha Szlovákiában szlovák állampolgároknak problémája van, akkor ez igenis nagyon komoly kérdés. És a szlovák állampolgároknak tudniuk kell, hogy ez a szakbizottság milyen módon bírálta el az ő kérésüket. Tudom, hogy ez a koordinátorok döntése volt, ebben Jár úrnak igaza van, de azért ne feledjük el, hogy ezek olyan kérdések, amelyek mindenkit érintenek az Európai Unióban. Ezek a problémák más Európai Uniós tagállamban is előfordulhatnak, nem csak Szlovákiában. Éppen ezért azt gondolom, hogy nyílt ülésen kell megvitatnunk ezt az ülést, nem lehet ezt zárt ajtók mögött megtárgyalni. Köszönöm szépen, nagyon rövidre fogom. Péter Jár véleményéhez csatlakoznék, amiről már döntöttünk és kimerítem megvitattuk, ahhoz kellene ragaszkodnunk, azt tiszteletben kell tartanunk, mindenki tiszteletben tartásával. Köszönöm. Köszönöm szépen, rövid leszek. Úgy gondolom, hogy az európai polgároknak meg kell mutatnunk azt, hogy maximális átláthatósággal dolgozunk. Úgyhogy szavazzunk arról, hogy hogyan tárgyaljuk meg ezt az imént említett kérdést. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy már lefolytattuk ezt a méreható vitát a koordinátorok ülése alkalmával. És a koordinátoroknak sikerült kompromisszumra jutni, hogy megvitatásra kerülhessen ez a kérdés. Tehát nagyon sajnálatos lenne, hogyha most mégis a petíciós bizottság ülése egy választási kampányá változna néhány magyar párt érdekében. Mindenki érvelését meghallgattuk, úgy vélem, hogy a szakbizottság álláspontja nem egyhangú, van itt nézeteltérés, tehát most azt kérem a szakbizottság jelenlévő tagjaitól, hogy szavazzunk azon pontot illetően, ami itt a vita tárgya, azaz kérem, vegyenek részt a szavazáson, azaz, hogy meg kell erősítenünk itt most a koordinátorok azon döntését, hogy zárt ajtók mögött tartsuk-e a 8-as és 9-as napirendi pontok vitáját. Mert ahogyan mondtam, a szabályzat értelmében a szakbizottság szuverén, tehát túlmenően a koordinátorok többségi döntésén, én kötelező érvénnyel szavazásra kell, hogy bocsássam ezt a kérdést. Tehát kérem, szavazzanak a koordinátorok döntése mellett, tehát aki igennel szavaz, az megerősíti a koordinátorok azon döntését, hogy zárt ajtók mellett legyen a vita, aki ellenzi ezt, az természetesen majd az ellentétes véleményt fejezi ki. Ki van tehát a koordinátorok ülésének döntése mellett, tehát a zárt ajtók mellett? Only committee members.
9 in favor, who is against? 9 mellett, aki van ellene. Only 3, 4 against. 4 ellenszavazat. Tehát szakbizottságunk döntése az, hogy ezeket a kérdéseket zárt ajtók mögött fogjuk megtárgyalni. Ezzel úgy vélem, hogy a napi rendet is elfogadtuk annak teljességében. Az ülés elején már döntés született arról, hogy a 8-as és 9-es napirendi pontokat zárt ülés keretében kezeljük. 2 percet hagyok tehát arra a célra, hogy azok, akik nem jogosultak a zárülésen való részvételre, elhagyják a termet. Csak az érdekelt képviselők maradhatnak, az asszisztensek, valamint az Európai Bizottság képviselője, aki válaszolni fog a 8-as és 9-es napirendi pontban szereplő petíciókra. Mindenki másnak el kell hagynia a termet. A kolléga szót kért, sőt, ketten is szót kértek, tessék. Önök úr, én elejétől kezdve ellene voltam, hogy ugye zárt ülés legyen, de mivel úgy döntött a többség, hogy úgy lesz, kérem, én csak azt szeretném mondani, hogy a petíciót benyújtók itt vannak, ketten, és ők azt kérem, hogy respektek, hogy kapjanak szót, és van itt 3 állampolgár, akiket érint, uniós állampolgár, szlovák állampolgár, akiket megfosztottak állampolgárságuktól, kérem, hogy ők, mint érintettek, maradhassanak itt, mint eleven példa, semmi más nem kérünk, köszönjük szépen. Vamos a ver, me gustaría responder primero al colega. Válaszolni szeretnék mindenek előtt a kollégának. A zárt ülés keretében zajló petíciós szakbizottsági ülés ugyanúgy történik, mint egy nyílt ülés. Megadjuk a szót a petíciót benyújtóknak, aztán a bizottság képviselőjének, és aztán természetesen kérdéseket lehet feltenni a kollégák részéről. Tehát a petíciót benyújtók felszólalhatnak, hogyha ez a 3 személy, akiről szólt, ők a petíciót benyújtók, akkor természetesen megadjuk nekik a szót, nincs probléma, mindenki felszólalhat, hogyha a petíciót nyújtott be. Most pedig a kolléga... Tőkés kolléga. Oké, señor Durkis tiene la palabra. Chairman, elnök úr, múlt hét pénteken eljutottunk önhöz egy kérést, Hankis Ágnes, Tőkés László, Bagó Zoltán aláírásával, és azt kértük a petíciós szakbizottság elnökétől, hogy nyílt vita legyen. Én szeretném megkérdezni, hogy mi indokolja azt, hogy mégis zárt ülés lesz. Egyszerűen nem értem, mert erre ugye nincsen szabály. Szeretném megkérdezni, hogy miért van ez így. Nos, a legnagyobb tisztelettel válaszolnék önnek. A koordinátorok ülésén már szó esett erről a kérdésről, ugye? Egy pillanat. A koordinátorok döntést hoztak. Nem emlékszem arra, hogy azon az ülésen bárki ellentétes véleményt fejezett volna ki. Ezen ülés kezdetén pedig felszólaltak a kollégák, volt már egy vita, egyesek elmondták, hogy nem értenek egyet azzal, hogy zárt ajtók mellett folytassuk le ezt a vitát. Tekintettel arra, hogy volt már itt egy vita, ellentétes vélemények voltak, itt már szavaztunk, ön nem volt jelen, de már lezajlott a szavazás, melynek eredményeként az a döntés született, hogy a vitát zárt ajtók mellett folytatjuk le. Ha más eredmény született volna a szavazás végén, persze, akkor máshogyan járnánk el. Én itt voltam,
nem az elnökségi asztalnál foglaltam helyet, Mazzoni asszony elnököt, de a többi kolléga megerősíthet, hogy ez volt a szavazás eredménye, amelyet tiszteletben kell tartanunk a többség részéről hozott döntésként. Elnézést, nem látom a nevüket. Szeretném megkérdezni, hogy ezek szerint, hogyha a koordinátorok tanácskozása úgy dönt, hogy jövő hónaptól kezdve az Európai Parlament plenáris ülései zártak lesznek, akkor minden további nélkül elrendelik a zárt ülést. Ez így van? Vagy mégis hogy gondolják? Teljes mértékben ellenkezik a jogállamiságnak az oly sokszor hangoztatott elvével ez a teljes mértékben önkényes döntés. Egyes pont, másik pedig, hogy a szintén sokat hangoztató transzparenciával, a döntési folyamatoknak az átláthatóságával. Ha egyszer például a Magyarország elleni folyamatos hadjáratában az Európai Unió állandóan az úgynevezett közös értékekre hivatkozik, akkor hogy lehet ezeket az alapvető közös értékeket egyik pillanattól a másikra teljesen félretenni? Az önkényesség az, ami az Európai Uniót legteljesebb mértékben jellemzi, és ez az eljárás is ezt támasztja alá. Köszönöm szépen. Krisztina, puedo estar de acuerdo. Krisztina, egyetértek önnel, de elnézését kérem, hogy nincsenek itt koordinátorok. Elnézését kérem, tegye le ezt a plakátot, mert láttuk. Sajnálatos, hogy nincs itt frakciónk koordinátora. Miért nem a koordinátorokkal veszi fel a kapcsolatot ezt a kérdést illetően? Most nem lehet egy új vitát lefolytatni, mert vitáztunk, már szavaztunk. 2 percben megadom a szót a kollégának és a másik kollégának. Tessék, 2 percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy rövid pontosítást szeretnék tenni. A márciusi petíciós bizottsági koordinátori ülésen a koordinátorok a Benes dekrétumokkal foglalkozó petíció vonatkozásában javasolták a zárt ülést. Arról született meg a politikai alkó a koordinátorok között. A második petíció, az állampolgárságról szóló petíció jóval később, több mint másfél hónap múlva jött a bizottság elé. Ezután került fel a napirendre, innentől fogva erre a petícióra, bárhogy is ingatja a fejét a kollega, nem vonatkozik a koordinátoroknak a döntése. Azt önkényesen a petíciós bizottság titkársága előterjesztette napirendi pontként, és arról semmiféle szavazás nem történt. A koordinátorok arról nem döntöttek, mivel 2 hete van egyáltalán napirenden a kettős állampolgárságról szóló petíció. Köszönöm. Egy dolgot szeretnék kérdezni, hogy azok, akik megszavazták, vagy elhatározták, hogy zárt ülés legyen, hogy nem érzek-e úgy, hogy itt megint a sokat emlegetett kettős mércét gyakorolják, hiszen egyetlen példát hadd mondjak, hogy amikor a Magyarországot olyan igaztalan és valótlan érvekkel most már hónapok óta folyamatosan támadó Tavares jelentést tárgyaljuk egy másik szakbizottságba. Ugye ott azzal vádolják Magyarországot, hogy alkotmánysértést követel, az alkotmány a fő témája ennek a támadássorozatnak. Itt is mi most valójában olyan alkotmánysértést tárgyalunk, amelyiknek olyan emberi jogi vonatkozásai vannak, ami uniós kompetenciába tartozik. Most én nagyon szeretném és tisztelettel kérem, hogy valaki, aki kardoskodott a zárt ülés mellett, magyarázza meg nekem a különbséget. Tehát miért van az, hogy a Tavares jelentést például a legnagyobb nyilvánosság mellett tárgyaljuk, ebben az esetben pedig teljesen érthetetlen módon kirekesztjük az embereket a teremből. Vamos a ver, si empezamos a abrir aquí un debate... Nos, hogyha újra nyitjuk a vitát... Itt van még a nagykövet úr is, aki itt várakozik. Nos, tehát azt akartam elmondani, hogy ha újra nyitjuk a vitát, akkor már semmit nem tudunk elvégezni, hiszen 17:30 egy másik ülés kezdődik, mégpedig a koordinátorok ülése. Nagyon röviden, ne vedd el arra, képviselő.
Szeretem volna csak felhasználni az alkalmat. Öten voltak ellene, és most akik, miért kell ezt ismételten elmondani? Volt az ülés elején egy szavazás, azt szavazták meg, aki 9-4 ellenében, hogy zárt ülés legyen, most már nem kell ehhez semmiféle magyarázat és ok, hogy ez így legyen. Megszavazták. Lamentablemente es verdad, me tengo que acoger a lo que ha... Sajnálatos módon ez a helyzet, szavaztunk az ülés kezdetén, és most már semmit nem tehetek. Döntés született, szuverén döntés a szakbizottság tagjainak részvételével, és hangsúlyozom, hogy a szavazással egy szuverén döntés született. Egyes kollégák, akik igencsak érdekeltek ebben a kérdésben, talán jelen lehettek volna, részt vettek volna a szavazáson, akkor esetleg más eredmény született volna. Tehát most 2 percre felfüggesztem az ülést, annak érdekében, hogy akik nem jogosultak, azok elhagyhassák a termet.